Sziasztok! Próbálgatok, próbálgatok. Most a bíborka szarán nincs kamera. Tegnap a Csillagmag szövetségén nem volt. Hát jó, akkor majd valahogy megoldjuk ezt is. Hát elbúcsúzom, mert amúgy nem látom magam. Nem tudom, hogy vagytok-e, vagytok. Ha valaki visszajelez, hogy vagytok, és benne vagyok a képbe, láttok, akkor vakon felolvasnék egy pár dolgot. Beteg voltam, és nem volt hangom. A legnagyobb problémám az volt, hogy nincs hangom. Mintha elhalkítottak volna, vagy elnémítottak volna. És most szeretném leadni azokat a videókat, amiket én terveztem nektek. Viszont ugye a kamerám is, vagyis a laptopom is bedöglött, érdekes módon, elment a hangom, a kamera bedöglött, vagyis a laptop bedöglött, újat kellett rendelni, most pedig nincs kép. Tehát se kép, se hang, se hangom, de attól függetlenül én nyomom tovább, látom, hogy van egy néző, és négy néző is van, és nézném a kommentár. Jó, hát akkor én nem látom magam, Anyi. Benne vagyok a képbe, Irénke. Mert akkor én felolvasnám, amit a csapatnak már anyagba leadtam. Azért olvasom, hogy gyorsan menjen, ne kalandozzak el jobbra-balra, mert el kell indulnom, mivel egy hétig itt nyomtam az ágyat, így nem volt se kaja itthon, se semmi. És ma már el kell mennem. Jó, ha benne vagyok a képbe, akkor mindjárt az ágyat átrendezem itt, mert az ágy meg úgy van, ahogy kikeltem belőle. És akkor elkezdem olvasni azt, amit lekaptam. Azért olvasom, mert egy hete kaptam le, és azóta már annyi minden van a fejembe, vagyis lehet, hogy 2 hete kaptam le, nem is tudom. És annyi minden van már a DNS, 12 szálas DNS-t aktivál, a csapattal, meg már az ősöknél tartunk, tehát nem tudom pontosan már, hogy tehát én tudom, de hogy pontosan én miket írtam, miket kaptam akkor le, azokat nem tudom. Bocsássatok meg. Ez is véletlen, hogy most feljövök, mert amúgy úgy volt, hogy elindulok 2-kor, csak akivel megyek, az később tud jönni, és akkor így gondoltam, hogy beszúrom gyorsan, jó? Akkor kezdem, jó? A léleknyelvről és a fénynyelvről szeretnék beszélni. A nyelv, amit beszélünk, kihatással van a tudat határainkra. Az emberek általában nem tudnak nyelvek vagy beszéd nélkül gondolkozni. Majd próbáld meg, hogy tudsz-e gondolatokat összerakni, hát képekbe kell csinálni, úgyhogy nincs nyelvezet hozzá. Ezért a gondolatok a nyelvezetünkhöz kapcsolódva, tehát ezért a gondolatokat a nyelvezetünkhöz kapcsolódva formáljuk. Ez csak olyan keretek között tud történni, amilyen nyelvi szótár áll a rendelkezésünkre. Tehát a nyelv kincsed, hogy mennyi szó van a raktárba, a fejedbe, csak úgy tudsz gondolkozni. Csak azokon a kereteken belül, hogy így mondjam. A több nyelven beszélőknek nagyobb a szókincse, így a tudata is tágabb. A több nyelven beszélők gondolatai, kombinációi, tehát ott nagyobb szókincsről van szó, a több nyelv által tágítják a tudatukat. Az emberiség ellen, és most jól figyelj, az emberiség ellen folyó legnagyobb manipuláció a nyelvek használata. Mi azt tanultuk ugyebár, hogy a nyelvek természetesen jönnek létre, jöttek létre, az evolúció során alakultak ki,
És mi nagyon-nagyon büszkén formáljuk, alakítjuk, ápoljuk. Önmagunkat ezáltal szépen leválasztjuk más embercsoportoktól, megkülönböztetjük magunkat a nyelvezeteink alapján. Vagy jön a kultúra is, de az megint más. De a legfőképpen a nyelvezet, ami leválasztja, tehát nemzedékeket csinál, népeket csinál, hogy így mondjam. Tehát ez megint egy elválasztási program, egy szétválasztási program. Kutya köhög. Tudjátok, hogy mikor valaki favorizálja a saját nyelvét, lehet büszke a saját nyelvére, én ezt nem mondom, de mikor előrébb helyezi a nyelvét, a kultúráját, meg azt a nemzetséget, aki ő, én attól rosszul vagyok. Mert a teremtőnek minden ember egyforma. Nincs neki magyar, nincs neki német, nincs neki afrikai, ő neki emberek vannak, és ő minden embert egyformán szeret. Ezt már másik videómban elmondtam. Tehát ez sem más, mint egy program része, a hipnotizálás és a szétválasztás. Azt figyelem meg, hogy hiába van előttem leírva, és tudnám szépen felolvasni, mindig beledumálok. Tehát mindig másképp mondom el, mint ahogy leírtam. Az emberek egyet nyelvet beszéltek Babilon előtt. A fénynyelvet használták, és telepátiát, a lélek nyelvét. Babilon születési helye a sátánista rendszernek, ahol az emberek az egójuktól túlfűtve hatalmasabbak akartak lenni, mint a teremtő, ezért építették a babiloni tornyot. Mondhatnám, az is egy babiloni átok, ami akkor történt. Ez az átok arra fókuszál, hogy az emberek ne értsék meg egymást, és ne tudjanak kommunikálni, ne legyenek összeköttetésbe. Addig én szerintem egy húron pendültek, és egy biblise nyelvezetet használtak, vagy bibliai nyelvezetet használtak. A nyelveket, ha morfogenétis, nem tudom, hogy mondják magyarul, morfogenétis mezőben nézed, a legtöbbjüket egyidejűleg telepítették le a földre. Tehát nem az evolúció során alakultak így ki. Az már más, hogy mikor észrevették, hogy egy nyelv nem felel meg annak a programnak, amit szeretnének, akkor elkezdték a nyelvet alakítani. Az megint más dolog. De a nyelveket egyidejűleg telepítették le a földre, legalábbis legtöbbjüket. Az alapnyelveket, a szánkriszt, a latint és a hebrést teremtették elsők között. Hát ők vannak legjobban a teremtő rezgési hullámok ellen behangolva, beprogramozva. Ezekből alakultak ki a különböző nyelvek. Ezek a telepített nyelvek masszívan, hangsúlyozom, masszívan határokat húznak az emberi tudat, az emberi tudatban, és tudat kicsinyítőek csapolják az embernek a tudatát. Gondolom fognak most sokan szeretni, de ez így van. A nyelvek a sátánista rendszer programjai. A teremtőhöz kapcsolódni csak is a teremtő nyelvén tudsz. Fénynyelv, léleknyelv, telepátia. A teremtő hullámhosszain, rezgésein tudunk csak a teremtőhöz kapcsolódni. Teremtéseink is csak ezen a nyelven és frekvencián lehetnek teljesen sikeresek. Hallod? A fénynyelvet is tanítani fogom a csoportomnak, de most a 12 szálas DNS-t aktiváljuk, és az őseinkkel fogunk foglalkozni, mert eddig már a életfáján mindent megmutattam nekik a galaktikába, de még az ősökkel nem foglalkoztunk, abban az nem az erősségem, de mindent le fogok kapni, ígérem,
és nagyon profizmussal meg fogom őket tanítani, be fogom őket vezetni a titkokba. Amikor észrevették, hogy egy nyelvezet nem elegendő a lélek leválasztására, akkor az elemeket újították, átmanipulálták. Hát ugye ezt elmondtuk az előbb. A Földön a nyelvek egy szétválasztó karakterrel rendelkeznek. Szétválasztó karakterrel rendelkeznek a nyelvek. Jegyezd meg. Addig, amíg különböző nyelveken beszélünk, addig támogatjuk a babiloni rendszert. Azért beszélek kicsit magasabban, mert azokat szebben tudom mondani, a magas hangokat, a mélyeknél fáj a torkom. Ha meg akarjuk szüntetni a babiloni rendszert, meg kell törnünk az átkot, úgy, hogy visszatalálunk az ősi teremtő nyelvünkhöz. Vannak olyan nyelvek, aminek a melódiája, a ritmusa közelebb állnak a teremtő nyelvéhez. Egyes nyelvezet pedig tudatosan aszinkron, tehát totális ellentétre építették fel. Például a latin, a hebrés és a szankriszt, ezeket már mondtam. Ők egy totális mesterséges frekvencián vannak. Ők teljesen a teremtő nyelvezete ellen vannak beprogramozva. Bármilyen intenzivitással és tiszta szándékkal, tiszta lélekkel akarsz teremteni, a teremtő nyelvezete elleni nyelvezetet használod, általában az ellenkezőjét teremted meg annak, amit szeretnél. Hát aki jól akar teremteni, meg akivel együtt rezgek, azok jók, hogy jó lesz, hogyha kijegyzetelik, amiket mondok. Amúgy is szerintem sok olyat mondok, amik egy-két éven belül igazolódnak. Lásd a nap és a holdrendszert, vagy az idő és a ciklusok videóimat. 2 évvel ezelőtt elmondtam, most kezdik kapirgálni, hogy jaj, igen, mintha ez mondott volna valamit. Na, tehát jegyzeteljétek ki. Reméljük a YouTube hagy engem még ott érvényesülni egy kicsit. A mi tudatunk is egy energiamezőt képez. Ugyanúgy, mint a beszéd, amit most kibocsájtunk. Tehát, amikor én beszélek, ugye rezgés van, rezegtetek. Na most a léleknek más hangja van, más rezgése. De te előtérbe helyezel egy beszédet, ami ellenkezően rezeg, mint a te lelked. Érted, hogy mit szeretnék mondani? Így mi nem találjuk önmagunkat, leválasztódunk önmagunkról. Akkor, amikor beszélünk, egy mesterséges hullámhosszon működünk. A mi tudatunk isteni frekvenciákon működik. Ez a nyelv, ezért a nyelv, beszéd nem csak gátolja a teremtő erőd, de a tudatodat is határok közé zárja. És aki most megértette, amit el akarok mondani, akkor annak már megvannak az alapjai ahhoz, hogy a teremtése jobban sikerüljön. Az ősi teremtő nyelvezet, a mi DNS-ünk, ami igazából 12 szálból állt. Ilyen 12 szálas volt mindenkinek, mivel Babilonnal elkezdtünk egy más nyelvezetet, mesterséges nyelvezetet használni, ami minket már nem a teremtőhöz, hanem egy materiális, fizikai világhoz köt. Így lecsapoltattuk, leépítettük tudatunkat, és ezzel a 12 DNS-ünk is csak két szálas maradt. Mivel a DNS és a tudat, a genetika és a tudat az mindig kölcsönhatásban van. Erről majd egy következő videóban. A nyelvezetekkel elzárjuk önmagunkat a teremtő erőnktől, a teremtőtől, a természettől. 12 szálas DNS használata által megértjük a természetet,
az állatokat, mindenfajta emberét, emberfajokét, mert egy másfajta energiamezőt kreálunk. Minden, ami élet, minden, az minden a teremtő nyelvén beszél. Így az állatok, a természet, a kozmosz, az univerzum és minden galaktikus faj. Ma már az embereknek nincs ezekhez kapcsolódásuk. Még egymás nyelvén se értik meg egymást. Gondolom, ezt nem kell magyarázni. Ott van mindenkiben a teremtő nyelvhez való kapcsolódó nyelvezeti rezgés energia mezőként képzeld ezt el. Ha elkezdesz a teremtő nyelvén beszélni, rezegtetni a lélek hangján, tehát a rezgéseket a lélek hangján fogod produkálni a testből, hát az eleinte elég hülyén hangzik, majd én tanítom a csapatomnak, a tanfolyamosoknak, tényleg kicsit hülye, eleinte hülyén fog hangzani, de aztán egész, tehát lehet ezt gyakorolni. Egy kicsit úgy fog nézni, mint a megőrültünk volna, de ez a fénynyelv. Tehát a fénynyelvről is szeretném mondani, hogy a fénynyelv egyéni. Én most el tudok kezdeni fénynyelven beszélni, ha egy magasabb tudatszintre felmegyek, és amit el szeretnék mondani, az rezgésekkel és képekkel magam előtt elképzelem, vagyis hát inkább képekkel elképzelem, amit szeretnék mondani nyelvezet nélkül, és a nyelvezet pedig fog belőlem folyni. Ezért látjátok, hogy sok ember így kabatyol-habatyol, senki nem érti. Na most azért nem értjük még, mert ha nekem a 12 szálas DNS-em aktiválva van, én habatyolok nektek, de mivel ti nektek az nincs még meg a 12 szálas, azt hiszitek, hogy én megőrültem, és azt mondjátok, hogy ilyen nem létezik. Addig, amíg nektek nincs meg a 12 szálas DNS-eteknek az aktiválása, addig nem fogjátok érteni az én fénynyelvemet. Ha pedig meg lesz nektek, akkor nagyon jól fogjátok tudni, hogy én miről beszélek. Megértjük egymást fénynyelven. Ezt még nem olvastam fel. Ott van mindenkinek a teremtő nyelvéhez kapcsolódó nyelvezeti rezgés, energiamezőként képzeld el, és ha elkezdesz a teremtő nyelvén beszélni, akkor ez ilyen kicsit furcsán hangzik, ugye ezt mondtam az előbb, kicsit őrült vagy, de gyakorold. Ez a te fénynyelved. Gyakorold a nyelvezetet, gyakorold a nyelvezet nélküli gondolkodást is. Na hát ezt én úgy ajánlom, hogy képekbe lásd a dolgokat, és érzésekbe rezegtesd ki magadból. Kicsit olyan meditációs, de nem az, mindegy, mert ezt nem meditáció során csináljuk. Tehát képekben és érzésekben. Így történik a tökéletes teremtés. Remélem, ha gyakoroltok, és már elsajátítottátok a sok, hát ami elég furcsa hangzik, a sok furcsaságot elsajátítottátok. Remélem, hogy együtt fogunk teremteni a világunk számára, és önmagunk számára is. Mert én nagyon szeretek magamnak teremteni, de én először mindig a világot, a világon élő embereket, állatfajokat, természetet magam elé tolom, és utána jövök én. Na, 12 szálas DNS-ről csak annyit szeretnék mondani, az megint nem ide tartozik, de megint belekotyogok, szokásomhoz híven. 12 szálas DNS. Hát kérdezték tőlem, hogy azért, mert nem jól étkezik, vagy azért, mert cigarettázik, vagy azért, mert valami, mit tudom én, függősége van, hogy azért nem aktiválódik be. Hát figyelj, nem. Jó, ha mondjuk, mindegy, szerintem nem azért. Szerintem
válválaszt valami a teremtői minőségettől, hogyha mondjuk cigizel, vagy mértéktelenül iszol, vagy ez oké, rendben, de figyelj, nézd, nem minden embernek a genetikája a krisztusi vérvonalat viszi, ezt tudjuk. Na most egy nem krisztusi vérvonalat vívő genetikás, figyeljetek, csinálhat akármit. Nem fog a 12 szálas DNA-ja, DNS-e aktiválódni. Erről ennyit, jó? Aki engem hallgat, és aki engem ért, az általában krisztusi vérvonal. Na de most azok közül is lehetnek olyanok, akik időközben árulók lesznek, időközben átfordulnak a másik oldalra, a saját előnyeiket nézve, és vagy az egójukon keresztül elfordulnak a mentoroktól, a vezetőjüktől, és vagy befordul önmagába, és elkezd maga guruskodni, mert ő okosabbnak hiszi magát, és lehet is, hogy okosabb lett, akkor engem tisztelni kellene szerintem, mert akkor jól tanítottam, de általában átfordulnak a másik oldalra, tehát van veszteségünk rendesen. Kevés embernek adatik meg az, hogy a 12 szálas DNS-ét aktiválja a Földön. Ezért nem fog olyan sok ember maradni, mint szeretnénk. Mert már mint az új Földön, amit megöröklünk, mert hát azok nem lesznek krisztusi, isteni, isteni, krisztusi tudatú, isteni minőségű emberfajok, és azokra nekünk, bocsi, semmi szükségünk. Azok leperegnek szépen a nagy magas fénytől, a nagy magas rotációs energiáktól szépen lesodródnak a Föld felszínéről, vagy eltűnnek, vagy meghalnak, vagy lecsúsznak egy pár dimenzióval lentebb. A nyelvek azért lettek letelepítve a Földre, hogy ne használják az emberek a telepátiát. Ha csak egy napig is az emberek a lélek nyelvén beszélnének mind, gondolatokkal, érzelmekkel, nyelvezet nélkül, a babiloni rendszer összedőlne. Babiloni rendszer, tudjátok, ott voltak a egyház, a politikusok, meg a kereskedelem, ugye? Akkor tudjátok, hogy kik vannak a buliba. Amúgy megnézzetek valami babiloni videót. Ha a fényelveket használod, és úgy beszélsz magadban, hamarosan elkezdesz a lélek hangjára emlékezni. Minden nyelv, amit tanulnod kell, nem természetes, nem isteni. Az isteni nyelvet nem kell tanulni. Minden, ami isteni, bennünk van. Az csak úgy folyik belőlünk, hogy nem is tanultuk. A fényelvek használatával egy másik tudatszintre lépsz. Csak akkor sikerül a lelkünkkel beszélgetni, ha van kapcsolatunk a lelkünkkel. Nagyon sok ember úgy él, lelketlenül, mert nincs kapcsolata a lélekkel. Ő azt hiszi, hogy kapcsolata van a lélekkel, de amikor emberi nyelvezeten, vagyis ilyen nyelvezeteken szól hozzád valaki, az nem a lélek, hanem az egód. Tehát itt is kicsit van keverés, kavarás. Én mondom nektek, forduljatok mentorokhoz, mert ezt így egy ilyen átlag ember egyedül nem fogja tudni sikerre vinni. Akármilyen jó ember, majd figyeljétek meg. Mert ide kell tudat is, ide kell jó rezgés is, és az, hogy tudjad, hogy mi gátol, mi nem gátol, 12 szálas DNS-edet aktiváljad, ősökkel tisztában legyél, galaktikával tisztában legyél, mert addig, amíg a galaktikában nem tudod magadat teleportálni, beleutaztatni, míg nem ismered a fajokat,
addig hogy akarsz becsatlakozni a teremtőhöz? Ugye a fajokon, ahogy képzeld el a fát, ugye, és akkor a 12 szálas DNA, erről is van 6 nagy ág, erről is van 6 nagy ág, és alul aktiválódik, és ahogy aktiválódik, ezek a DNS-ek elkezdenek egymás után, mint a kis apró, mint a karácsonyfán az ágak világítani, és amikor teljesen eléred azt, hogy az összes, mind a két 12 DNS szálad aktiválva van, tehát ki van világítva, akkor tudsz becsatlakozni a 13-ba, és tudjuk, hogy a 13 pedig a forrás. És kik vannak ott, azt is tudjuk, azt is elmondtam már. Ezek megint nem ide tartoznak, megint annyit dumálok, jó, el kell indulnom. A fény nyelv csak úgy tanulható, ha magasabb szinten vagy. Mindenki, aki tudatos, a teremtő nyelvén tud beszélni, képekkel és érzelmekkel, de nyelvezet nélkül tedd. Gyakoroljál! Nem egyszerű, eleinte. A mi hangunk, hangszálaink, a teremtő által megalkotott eszközünk ahhoz, hogy energetikai mezőket tudjunk létrehozni, amit úgy formálhatsz, hogy a fizikai anyagi világot meg tudod általa teremteni. Érted? A fizikai anyagi világot. Tehát a jólétedet meg tudod általa teremteni. Hát ezt megint elmondom még egyszer. A fénynyelv csak úgy tanulható, ha egy magasabb tudatszinten vagy. Mindenki, aki tudatos, a teremtő nyelvén tud beszélni, képekkel és érzelmekkel, de nyelvezet nélkül tedd. A mi hangunk, hangszálaink, a teremtő által megalkotott eszközünk ahhoz, hogy energetikai mezőket hozzunk létre, amit úgy formázhatsz, hogy a fizikai, anyagi világodat megteremthesd általa. Na, ez fontos, jó? A fénynyelvet intuitívan értheted meg, tehát az érezni fogod, hogy mit mondanak. Ez a telepátia amúgy. Egy emberrel órák hosszát tudsz beszélgetni, de neked még akkor sincs soha arról, nem fogod tudni, hogy ki az az ember. Mert amit a szavaiba elmond, az nem ő önmaga, mivel aki a nyelvezetet használja, automatikusan leválasztja magát a saját lelkületéről. Tehát hazudhat, ha fénynyelve nem tud hazudni, nyugi. De ha egy ember az fényhangot adja ki magából, azonnal érezni fogod, hogy a valós lényét, tehát hogy ki ő valójában. A lelked nem a babiloni rendszer szerinti nyelvezetekkel beszél hozzád. A lelked teremtő nyelvezettel a lelked a teremtői nyelvezet formájában beszél hozzád, képekbe, érzelmekbe. Az emberek olyan messze voltak önmaguktól, hogy simán megtanulták a babiloni nyelvezeteket, fel sem tűnt nekik, hogy ez leválasztja őket a saját önvalójuktól. Ráadásul egy alapkőnek látják a nyelvüket, a saját kultúrájukat, összekötik a saját létezésükkel. Tehát azt mondja, hogy amilyen nyelven beszélek, amilyen kultúrát képviselek, az vagyok én. Nem, nem az vagy. Tessék rám követ vetni, fúj, 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 nem az vagy. Tudom, hogy kiveri a biztosítékot egy pár embernél, fel vagyok készülve. Tehát nem fogtok lemozdítani a kis trónomról, amin most csücsülök, mert amit leadtak nekem, eddig még mindig beigazolódott, 2-3 évre rá mindig ugyan
Aztán más is elkezdte tanítani, de én voltam mindig az úttörő, a lázadó, a pionyér, és mindegy, figyeljetek, és ami rezeg veletek, az rezeg, ami nem, azt engedjétek el. Én most a babiloni nyelvezetet arra használom, hogy nektek lefordítsam a teremtő mondani valóját. Ezért gondoljátok, hogy én különleges vagyok, pedig nem, mert ti is ilyenek vagytok, csak én vettem a fáradtságot, és rengeteg munkával képeztem magam éveken keresztül, mondjuk még ti a tévé előtt csücsülőztetek, vagy nem is tudom, hogy mivel foglalkoztatok, futballmeccset néztetek, fiúk. És ugye a teremtő engem küldött hozzátok, hogy én bennetek ezeket a kódokat aktiváljam, emlékeztessetek benneteket az emlékező képességeitekre. Aki csak a tudatának ad teret, abból merítkezik. Azokat a babiloni rendszer teljesen felzabálja, bekebelezi. Egy olyan igazi materialista világ függő lesz, egy lélektelen, úgymond biorobotok, akik mindent megtanulnak, és legjobb tudásuk szerint minden rájuk bízott feladatot elvégeznek, úgy az emberiség ellen. Zárójelbe. Tudjuk, kiről beszélünk, meg köztünk is van elég. Hát ennyit szerettem volna mondani a nyelvekről. Hallgassátok meg többször a videót, mert tudom, hogy egy kicsit más stílusú, mint amit szoktam leadni, nem olyan könnyed. Soha nem gondoltam volna, hogy én az energetikai mezőkkel fogok foglalkozni, meg a genetikával, mert én nem éreztem magamhoz közel. De mivel leadják őket, és le kell írnom, és át kell adnom nektek, igazából rájöttem, hogy tök izgi. Igaz, hogy én már 12-13 évesen azon gondolkoztam az iskolából hazafele menet, hogy én ezt nem hiszem el, hogy a nyelveket ilyen evolúciós úton mi kreáltuk. Én biztos vagyok benne, hogy egyidejűleg letelepítették őket. Aztán utána mondtam magamban, húha, jobb, ha nem mondod el senkinek, mindenki hülyének fog nézni. Emlékszem, hajdúszoboszlói kultúrház előtt voltam a padon, és ott gondoltam át. És utána azt mondtam, jobb, ha csituba maradsz. Így is ki vagy vetve már, így is el vannak, egyedinek számítottam, és úgyse volt annyi barátom, és akkor úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha ezeket a gondolatokat nem osztod meg, mert így meg aztán végképp nem lesz egy se. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szívecske, 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 puszika, puszika, puszika. Azt mondta egy aranyos kislány, éjszaka láttam a videóját, hogy ez a szívecske, ez nem a Jézus szíve, hanem ez a szívecske a sárkányoké. De vannak jó sárkányok is. Igen, tudok egy olyan legendát, amikor aranysárkányként harcoltam. De ez nem onnan van ez a szívecske a plejádiaktól van, és ez a hármasság is tőlük van. Ezt így nem tudtam, csak automatikusan csináltam. És utána már sokan írtak, hogy úgy szeretjük ezt a szívecske, 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 puszika, puszika, puszikát, és akkor már úgy elkezdtem, hogy honnan jött ez egyáltalán. És akkor így jöttem rá, hogy ezek a plejádiak. Meg a viháncolásaim is plejádi, meg az, hogy rotációzok állandóan, az is az, mikor viszem befele magam a felsőbb szférákba, azért szoktam viháncolni, rotációzni, szívecskézni, és jókedélyű lenni. Nem azért, amúgy nincs jókedvem most se, de ők ilyenek. És amikor ők tőlük adást kapok, és amikor ők itt vannak velem, akkor aktiválódik bennem a régi énem, amikor még velük együtt voltam.
És de azt szeretném mondani, hogy amikor te azt hiszed, hogy én itt vagyok a képernyőn, de amit én mondok, az téged elért, akkor igazából én nem itt vagyok, hanem te benned. És aktiválok. Sziasztok!